kezdődjön tehát az első őszi turizmuskafé, és nagyon aktuálisak leszünk Csabai Ferenccel, az Ithaca Hungary termékigazgatójával, mert hogy ez az a hónap, ugye ez a szeptemberi hónap, amikor azt lehet mondani, óvatosan fogalmazok, hogy 12 hónapon már túl vagytok. Ez nem egy teljes szezon, de végül is egy év. Látjátok a forgalmat, látjátok, hogy mi tetszett a magyar közönségnek, mire van igény, milyen desztinációkat érdemes indítani. Az egy év mérlegét hogyan húznád meg? Köszöntelek téged, köszöntöm a nézőket. Hát egy nagyon nehéz éven vagyunk túl, de ugyanakkor nagyon sikeres is. Közel, az eddig azt lehet mondani, hogy közel 27 ezer utas utazott az Ithaca Hungary-vel, nagyon sok visszatérő utassal, és ugye beszélhetünk egy téli és egy nyári szezonról. A téli szezonban 2022-ben egy zanzibári charterrel indultunk, ami újdonság volt teljesen a magyar piacon. Talán azt mondhatom, hogy ez volt az egyik legsikeresebb desztináció, és volt mellé egy Fuerteventuránk, egy Marsalemunk, illetve egy egyiptomi Tabánk, amit szintén nagyon kedveltek az utazók, ez még nem volt a portfólióba, illetve nagyon-nagyon régen volt még. A nyári időszakban folytattuk a Fuerteventurát, bejöttek a görög-török csárterek. Ezek közül talán a Fuerteventura és az Albánia volt, ami... Az kicsit meglepetés is volt. Egy kicsit meglepetés is volt, de árérték arányban egy nagyon jó terméket képviselt, és valahogy meg is találta a magyar utazó közönséget, kellően egzotikus volt, kellően közel volt, és így nagyon szívesen utaztak a magyar utazók ebbe az országban. De azért a legnagyobb durranás a Zanzibár volt. Én emlékszem, mikor indultatok, és nekem több ismerős is mondta a szakmából is, hogy na itt van Zanzibár, és most, hogy mondtad, árérték arányban most már ez a dolog közelebb lehet a magyarok egy részéhez. Tehát az egy nagyon jó találat volt, azt gondolom. Abszolút, és tényleg nagyon is szeretik. Tehát az induló árunk az ilyen 560 ezer forint volt egyébként Zanzibár esetében egy négy csillagos szállodában. Nagyon gyorsan le tudtak jutni az utasok, ugye gyakorlatilag volt egy stop Hurgadán, és akkor már is ott voltak 10 és fél óra alatt a szigeten. Tehát ebből a szempontból igen, tehát azt tudom mondani, hogy nagyon jó árértékarányú, jó termék volt. Min múlik az, hogy egy termék sikeres legyen? Nyilván az árértékarány, ezt mindenki érti, de mondjuk egy ilyen repülős útnál, mondjuk egy Zanzibár. Nyilván nagyon fontos a járat, nagyon fontos a szálloda, ugye ezek lehetnek a gyenge pontok, vagy ezek lehetnek az erősségei, a vonzó tényezők mondjuk egy-egy ilyen út mellett. Hú, hát jót kérdezem, mert igazából az egyik fontos elem ugye az, hogy a A-ból B-be nagyon gyorsan eljusson az utas. A másik nyilván a szállodaválasztások. Előszeretettel szeretik a magyar utasok az all-inclusive szállodákat, a resort jellegű szállodákat. Nagyon egyébként Zanzibáron más jellegűek nincsenek is, ugye azért Kelet-Afrikáról beszélünk, annak ellenére, hogy egy sziget. Tehát a kínálat meg a kereset, akkor az találkozik. Így van. Tehát nagyon kedvelték az all-inclusive szállodákat, illetve az, hogy felkészült magyar idegenvezetők legyenek a helyszínen, akik el tudják vinni kirándulásra. Fontos volt számukra, hogy komplexen meg tudnak venni egy csomagot az utasok, és egy jó szolgáltatási... Tehát, hogy ne kelljen szervezni? Ne kelljen maguknak szervezni, igen. Nyilván vannak olyan utasok, akik időt, energiát nem spórolnak, de vannak olyanok, akik azt mondták, hogy igen, ez a csomag így nekem megfelel, és én ezt lefoglalom. Tehát ők adták a utazóbázist. Ha picit még mehetek mélyebbre a árérték arányba, azért az nagyon fontos, hogy hogyan lehet jó áron mondjuk egy repülőjáratot szervezni egy ilyen távoli úti célhoz, ugye, mert ebbe óriási verseny van, nagyon komolyan drágultak a szolgáltatók az elmúlt időszakban, hát ehhez képest meglepetést okozni, pozitív meglepetést okozni, annak nyilván van egy-két titka. Van, igen, ugye maga az Ithacának van egy nagy vásárló ereje. Ugye Lengyelországban van az anyacég,
Csehországban ugye felvásárolta a Csedok nevezetű több mint 120 éves céget, illetve hát most már a balti államokban is eléggé jelen van, és ugye azzal, hogy Magyarországon is megjelent, a légitársaságokkal azért nagy volumenben tárgyal így a összes ország. Tehát nem egy 10 milliós piacról van szó, hanem esetleg egy 80-100 milliós, ez ugye? Ez így van, és így azért teljesen más kapacitásokról beszélünk, és így a légitársaságok is más volument vesznek figyelembe. Ezáltal igen, tud a tulajdonos kiharcolni jó árakat, de azért nagyjából nagyon sok játék nincsen. Én inkább azt mondanám, hogy főleg a földi szolgáltatásoknál lehet erősen megnyomni a szolgáltatókat, mind szálloda tekintetében, mind a földi kiszolgálóba. Tehát nem mindegy, hogy valaki mondjuk 105 napra köti a szerződését, vagy akár 12 hónapra köti a szerződését egy szállodával. Tehát ez mindenképpen tud előnyt jelenteni. Zanzibár is, mert Zanzibár a lengyel piac, ugye, és a lengyelek előszeretettel utaznak a nem legkedveltebb évszakban is Zanzibár, ezért aztán akkor egész évben visznek utasokat, ezért aztán globálisan jobb szolgáltatást vagy jobb árat lehet kiharcolni. Ez pontosan így van, és ennek köszönhetően ugye azzal, hogy a magyar közönség is hozzáfér azokhoz az árakhoz, rajtunk keresztül nyilván, így ők is egy kedvező áru csomaghoz tudnak hozzájutni. Engem az egy picit meglepett, és pozitívan lepett meg, hogy már is a törzs utasokra tudtok támaszkodni nagy számban. Tehát 12 hónap telt el, tehát ez még nem olyan hosszú idő. Azért egy átlag magyar az maximum egyszer megy el, vagy kétszer megy el egy évben nyaralni, vagy terelni, tehát ez egy nagyon jó visszajelzés, ha úgy tetszik. A másik pedig a partnerhálózat, ami nagyon hirtelen futott föl több százas számra, ugye? Igen, egy nagyon, hál' Istennek, egy nagyon folyamatosan bővülő viszonteladói hálózatunk van. Ők nagyon sokat segítenek az értékesítésben, nagyon fontosak is számunkra. A kollégákkal igyekszünk a lehető legjobban kiszolgálni őket, próbálunk nekik nagyon jó felületet biztosítani, nagyon gyors visszaigazolással, rengeteg innovatív megoldást, hogy ők is minél jobban tudjanak dolgozni, illetve hát van egy picike kis szelet, ahol gyakorlatilag az utasok online tudnak foglalni, mondjuk ez a B2C oldal, nekik egy felhasználó barát felületen keresztül le tudják online foglalni az útjaikat, akár kártyával ki tudják fizetni az utazásukat, és akkor igen, tudnak így kapcsolódnak be a vérkeringésben. Mondtam, hogy aktuálisak vagyunk, mert ugye nyár végén ősszel beszélgetünk, és már téli desztinációk látszanak. Ugye azt olvastam, hogy 5 egzotikus úti cél. Melyek ezek? Ugye az Zanzibárt azt elkezdjük október 22-vel. December 19-er indul Sri Lanka, ami hasonló módon fog üzemelni, mint a Zanzibárunk. Lesz egy Fuerteventuránk, ami november 6-tal indul, illetve egy Marsalamunk november 4-jel. Annyi az érdekesség, hogy a két rövidebb desztinációt azt meg fogjuk szakítani a téli időszakra, tehát december, január, februárban nem fognak üzemelni ezek a gépek, hanem majd csak márciustól fognak újra menni. Itt talán az volt, itt kevésbé keresték az utasok, tehát ugye nyilván ennek az évnek a tapasztalatát felhasználtuk, és úgy láttuk, hogy inkább a tavasszal indítsuk újra. Reméljük ez így sikeres lesz. Mivel lennétek elégedettek? Ha tavasszal újra beszélgetünk? Ha tavasszal számokat újra beszélgetnénk? Hát ha a két egzotikus desztináció utasszámban, telítettségben elérni azt, amit terveztünk. Mi kell a magyar utasnak? Ez az utolsó kérdés. Mivel lehet megfogni? Nyilván az ár, meg az árértékarány, azt értem, sok helyen így van ez nálunk is. Mi van még? Jó nehéz kérdés ez, mert nagyon sok oldalról meg lehet nézni. Ugye az ár az egyik legfontosabb, a másik a szolgáltatási színvonal, mind a mi részünkről, mind pedig a helyszíni kiszolgálás.
Hát körülbelül nyilván a flexibilitás, az rugalmasság igen, a mi oldalunkról. Így talán ezek. Nagyon sok sikert akkor nagyon szépen a téli szezonhoz, aztán majd találkozunk. Rendben. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Szabai Ferencit, a Hungary. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szép napot kívánok a kedves nézőknek, újra színpadon, újra képernyőn a Turizmus Café. Az őszi évad, amit ígérhetek, hogy kedves, szimpatikus vendégek lesznek, izgalmas témák, talán aktuálisak is, és talán néhány jó kérdés is belefér ebbe 30-35 percbe. Úgyhogy azt javaslom, hogy tartsanak velünk, kávézzanak velünk, ez a Turizmus Café ősz, és a Baldauf család két tagja van itt a stúdióban, Csaba az édesapa és Lenke a kislány. Azt mondtam is, hogy tulajdonképpen kislány, hát nagylány, bocsánat, de megegyeztünk, hogy tegeződhetünk. Szóval az egész család nem is férne ide, úgyhogy az, hogy Baldauf család, ez erős költői túlzás lenne. Igen, és hát általában Baldauf Vas család, ugye így szoktuk hívni, ugye anyuka okán, igen, négy testvér, és hát ebből ugye Lenke, aki egyedülként valamilyen szinten a turizmus felé sodródott, és hát itt bontogatja szárnyait. Mindenki más alapvetően közgazdász diplomákkal, illetve pszichológiai diplomával és egyébben rendelkezik. De te se turizmus oldalról indultál, ugye nem vendéglátás hát, oldalról indultál? Elég messziről indultam én is, alapvetően műszaki pálya, tehát villamosmérnök, műszaki tanár, majd később egy közgazdasági diploma, így mérnök közgazdász, és hát jó Isten megkímélt, attól nyugodtan mondhatom, hogy egy bocsinált a mérnök legyek, illetve egy félig bocsinált a szállodás, de sokkal közelebb áll a szívemhez, mint a műszaki pálya. Ezért egy picit menjünk vissza, mert rögtön belevágtam. Szóval ha Baldauf, ha Csaba, akkor Kolping, ugye alsó páhok, és hát most már 3 évtized majdnem, ami rólad úgy az embereknek általában eszébe jut, meg néhány éve Bobó, meg az Aréna, meg a Fun Park. Igen, hát idén szeptember 13-án lesz 29 éve pontosan, hogy elkezdtem a Kolpingba. Ez lényegében 2 évvel előzte meg a szálloda megnyitását, ugye ez 96. októberében volt, és 27 éve üzemel a szálloda. Ugye itt sokan fölteszik a kérdést, hogy egyáltalán hogy lehet ennyi ideig egy cégnél maradni, miért nem vált az ember 2-3 évente, ugye meg megújulás, teszik, meg az új kihívás. Ugye viccesen szoktam mondani, hogy nagyon türelmesek a tulajdonosok, mondhatnám ezt is, másik oldalon viszont nyilván egy olyan szállodáról beszélünk, amit annak idején nagyon sok, hogy mondjam, jó akarat és jó indulat hozott létre, megfelelő amatőrséggel párosítva. Ebből adódóan az elmúlt 27 évünk az lényegében arról szólt, hogy azt, amit úgy nagyjából elképzeltünk annó, illetve nyilván ez a képzelet, ez folyamatosan alakult, ezt ott meg tudjuk valósítani a szállodába, ez viszont évről évre újabb kihívásokat támaszt velünk szembe, emiatt is van az, hogy lényegében egy fél év kivételével folyamatosan építettünk, átépítettünk, hozzáépítettünk. Ez a műszaki dolog, ez jó nálad, mert ugye egy fél év volt, vagy 3 év, amikor éppen nem vezettél építkezés, vagy nem felügyeltél valami változtatást. Jelent azért bizonyos előnyöket, nyilvánvalóan sokkal. A műszaki ember azért nem vagy, ha nem lett megvezetni. Könnyebben átlátok talán bizonyos dolgokat, gyorsabb döntéseket hozok, néha túl gyorsakat is a kolléganőim az utóbbi időben már egy kicsit fékeznek ez ügybe, de nyilván egy sajátos utat járunk, ahol talán még más nem járt itt a magyar szállodaiparba. Sok mindent kipróbálunk, valamivel esetleg túl korán jövünk a piacra, valamiben adott esetben egy kicsit belealszunk, de önmagában egy érdekes dolog az, hogy
hogy mondjam, saját magunk hozunk létre dolgokat, nem ilyen konzervdobozokból dolgozunk, és nyilván, mint önálló vállalkozók, az igaz a kollégáimra is, a meghozott döntéseknek nyilván az eredményeit is, meg hát a kockázatait is viseljük. Amikor ezt elkezdtétek, akkor ez a gyerekbarát, meg családbarát történet, sztori, az nem volt olyan gyakori Magyarországon, mert most már ez átbillen, most már a felnőtt barát az, ami tulajdonképpen unikális. Folytassuk ezzel csak azért, hogy udvariatlanság lenne, hogyha szegény Lenke még nem is volt vele, nem nyilatkoztatok még soha egy együtt, vagy nem beszélgettetek még együtt, ugye, kamerákkal? Nem. Jó, szóval azért Lenke, mert a négy gyermekből ő az, akit sikerült bele passzírozni ebbe a szakmába, ugye? Hát itt még bocsánat, visszacsatolnék így a Kolpingra, hogy mi ezt otthon így ötödik gyereknek is nevezzük egymás között, mert úgy dédelgeti édesapám a szállodát, megfejleszgeti, hogy mintha tényleg az ötödik gyerek lenne. És egyébként igen, én is a turizmusban, hát igazából elég nagy befolyása volt rám apukám. Azt hadd mondjam el, hogy mielőtt beültünk, volt egy kis vita apa és lánya között, mert Lenke azt mondta, hogy nyomást gyakorolt, apu azt mondta, hogy ő nem gyakorolt nyomást, úgyhogy ezt most nem kell lejátszanotok, de szóval azért nyilván volt, hát láttad azt, hogy mi történt. Hatással volt rám, igazából az egész életünket, főleg a nyarakat ugye szállodában töltöttük, ez is nyilván volt valamilyen hatással ránk, illetve én a gimnáziumban az érettségi folyamán elég bizonytalan voltam, hogy merre menjek, és akkor igazából így adta magát, hogy akkor így a turizmus legyen az, amiben így belekezdek. És akkor innét jött az, hogy turizmus a BG-t tanultam, és akkor utána meg továbbra is folyamatosan kértem a tanácsokat, és követtem is őket. És most Kempinski, ugye? Igen, most a Kempinskiben dolgozom. Az fontos volt, hogy egy budapesti, nagy, emblematikus, ötcsillagos szálloda legyen, ha már turizmus, ha már vendéglátás, ha már idegenforgalom, akkor ott tanuljon meg valamit, amit te nem tanultál meg máshol nyilván. Mert nem ilyen tanulmányokat folytattál. Ahogy a Lenke mondta, tehát, hogy igen, megkérdezett, és nyilván, ha már egyszer emellett döntött, vagy jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ezen döntése mellett kitart, akkor én mondtam neki, hogy mindenképpen olyan helyre menjen, ahol rengeteget tud tanulni. Tehát én pontosan tudom azt, hogy mit jelentett, amikor azt mondták, hogy na, itt van ez a szálloda, és kezd el vezetni. Meg is kérdeztem a tulajdonosoktól, hogy tényleg úgy minden rendben van-e, mert tehát nem erről volt szó, arról volt szó, hogy az előtte minimum egy évet kapok, hogy tanulhassak külföldi szállodákat, az ő szállodáikat meglátogathatom, ismereteket szerezhetek, és lényegében nekem az első 5-6 évem az a hiányzó ismereteknek, ami szálloda üzemeltetésre vonatkozik, megszerzéséről szólt, és itt tényleg rengeteg segítséget kaptam ikonikus szállodás kollégáktól, szegény Rubovszki Andrástól, aki már nincs köztünk, de Kovács Istvántól is, aki ugye a Hyattnak volt az igazgatója, Hévízi szállodás kollégáinktól, akik már nyugdíjasak, Lukács Feré, vagy akár Fekete György. De én állandóan mentem a nyakukra, és kérdeztem, és mutassátok, mondjátok. Na most ezt egy profi szakmai környezetben, főleg ha valaki nyitott és ismereteket akar szerezni, szerintem sokkal jobban meg tudja tanulni, és utána sokkal jobban tudja hasznosítani is. Én legalábbis ezt gondoltam, és ezért javasoltam ezt. Nagyon más az, amit most tanultál a BG-en, mint amit apu mesél, megmond? Nagyon az elmélet és a gyakorlat nagyon különböző, láttad az elmúlt 20 évben. Hát, ennyit lehet mondani, az elmúlt 20 évben láttad, hogy néz ki. Nyáron dolgozott is ott egész biztos. Igen, én nyaranta ugye a szállodának a kávézó részében dolgoztam, most meg ugye nyilván így a szélszen dolgozom, tehát ez teljesen más, és ugye én a gyakorlatot is, az kötelező szakmai gyakorlatot is ugye a Kempinskiben kezdtem el, és ott döbbentem rá, hogy teljesen más az, amit az egyetemben megtanítanak nekünk, és hogy az mennyire más így véghez vinni igazából a gyakorlat. Tehát, hogy én igazából úgy gondoltam, hogy a fél év szakmai gyakorlat alatt lényegében majdnem ugyanannyit tanultam, mint a 3 év egyetemi tanulmányaim alatt, szóval szerintem nagyon fontos a maga így a szakmai gyakorlás és a szakmai ilyen gyakorlati tudás megszerzése. A Kolpingot annak idején, amikor magyaráztad, meg ezt az egész szemléletet, meg hogy sziget egy négycsillagos vagy ötcsillagos szállodán mondjuk egy településen, legyen az kicsi, vagy legyen az Budapest, az nyilván egészen más, mint amit te most látsz a gyakorlatban itt Budapesten. Más a Kolping, a alsópáhokon,
Erről érdemes talán beszélni majd, meg egész más különleges ez. Az nem volt szokatlan, hogy hát ez egy szikla a Kempinski, meg az összes nagy 4-5 csillagos szálloda Budapesten, az egy sziget, azt szoktuk mondani. Vagy szoktam én, lehet, hogy ez nincs így, bár nyitnak most már az utcára, meg sok felé. De az meg egy egész más, az egy családi rendezvények, beszállnak mindenbe, ezt majd azért erről mondjál három mondatot, ami a környezetükben történik. Tehát nem egy állam az államban, nem tudom másképp mondani. Ez nem volt különös? Igazából talán azért nem, mert maga így ez a, tehát a Kempinskinek így a hozzáállása és maga a dolgozók, akik ott vannak, annyira ilyen családias és összetartó, hogy az egész egy környezet és nagyon jó a viszony így a dolgozók között, a különböző részlegek között is, ami nekem így különlegesen így tetszett, és ez szerintem hasonlít is, ami a Kolpingban van, hiszen azért ott is elég összetartóak a dolgozók, és nem tudom, hogy a többi budapesti nagyházban, hogy vannak, vagy hogy működik ez a dolog, de nálunk tehát tényleg rengeteg olyan dolgozók van, aki már több 10-20 éve ott van a szállodában, és szerintem azért ez is egy nagyon pozitív visszajelzés. Ez nagyon jó, ez a párhuzam. Láttam egy kis filmet, valami karácsonyi bobós cucc volt ez az elmúlt két évből, és ott a dolgozók neve mögött az szerepelt a kis videóban, hogy hány karácsonyt töltöttek már a Kolping szövetségében, mint 10-20-25, Az nagyon lenyűgöző volt, nem csak te vagy ott régóta, amivel kezdtük a beszélgetést, nagyon sok törzsgárda dolgozó van ott, munkatárs van. Hát ahogy mondtam, hogy a tulajdonosaink is türelmesek, és hát a dolgozók is. A szűkebb vezetői kör az durván legyen 12 fő, és lényegében nincs szerintem egyetlen egy dolgozó sem most már, aki minimum 10 évnél fiatalabb lenne ebben a közösségben, de jó páram vannak, akik szintén ugyanúgy 27 éve ott vannak a szállodában, 25 éve, 26 éve, 20 éve, és valahol mindig elmondtam, hogy tehát ez egy olyan csapat, aki nem szupersztárokból áll, én magam sem vagyok az, és ezzel a kollégáimat sem akarom megbántani, de ezt nekik is úgy mindig elmondom, hanem nagyon jó emberekből. Tehát, hogy nagyon jó a hozzáállásuk, tudunk közösségként működni, tudunk nyílt kommunikációt folytatni, és mindenki elkötelezett, és ez nagyon fontos a szállodáért, illetve a vállalkozás célkitűzéseiért. És kiki a saját területét, tényleg, mint egy önálló vállalkozó viszi. Persze ennek azért vannak, hogy mondjam így, és nem kibeszélvén itt a nagy titkainkat, vicces lenyomatai is, mert néha sikerül azért úgy egy heti megbeszélés, hogy megjegyzem a végén, hogy na ezt most a kedves vendégeink látták volna, vagy hallották volna, akkor nem gondolnák azt, hogy ez egy komoly és profi cég, de ennek is bele kell férni, úgyhogy szerintem mi együtt így mindig szoktam mondani, az összes jó tulajdonságunkkal, esetlenségünkkel tudunk azért mindig jó dolgokat létrehozni. Mennyire kell percre készre lenni most egy vezetőnek egy ekkora objektumnál? Ma korán kezdtük ezt a mai beszélgetést, ráadásul ti autóztatok is elég sokat. Reggel ránéztél, hajnalban ránéztél a nyugvó pontokra? Hányan hát, nyugszanak a szállodában? Ez egy, hát hogy most rossz vagy jó tulajdonságon, nem tudom. Alapvetően igen, mindig a napi jelentéssel kezdek, ez általában 3-6 és 6 óra között, az alapszámok, meg hogy néz ki a következő 3 nap. Utána, amit a következőt meg szoktam nézni, az mindig az értékesítési jelentés, ez a 9:30 között érkezik, úgyhogy itt is pont az adás előtt érkezett meg, és úgy megnyugtatóan rögzítettem magam, hogy oké, megint a következő 3 hónapban mennyi foglalás jött be, és hogy nőtt a vendégészaka. A költségek vonatkozásába, tehát az, hogy egy szállodai igazgató mondjuk napi szinten nézel rá a holland gáztőzsdére, vagy éppen a villamos energia alakulására, ez sajnos most már egy kötelező feladattá vált. Ezt sem gondoltuk 10 éve. Szerintem még 3 évvel ezelőtt sem. Tehát rengeteg olyan új dolog jön be, ami, és akkor még egy csomó másról nem is beszéltünk, tehát hogy maga a szakma is, és ebben a szakmában a vezetőnek a feladatai is évről évre szinte változnak. Tehát egy dolog most, ami minden, ami gazdasági oldalról, másik oldalról pedig a munkatársaknak a
hogy mondjam, csapattá formálása, a munkatársak jólétének a valamilyen szintű biztosítása egy ilyen többé-kevésbé bizonytalan helyzetben, egy ilyen erős inflációs nyomás alatt, ahol egyszerűen mi, mint munkaadók nem tudjuk lekövetni béremeléssel és egyéb dolgokkal ezeket az őrületes költségnövekedéseket, de valahol azért meg mégis meg kell, hogy tartsuk a dolgozóinkat. Szóval tényleg egy nagyon összetett komoly kihívás, több kevesebb sikerrel azért úgy megugorjuk, nem mondom azt, hogy mindig maximálisan. A következő projekt az mi lesz, amikor lehet tudni? És mekkora projekteket bíznak már rád? Ugye én sales koordinátorként dolgozom, és egyelőre én még inkább az ilyen kisebb csoportokat, kisebb rendezvényeket kapom meg. És nyilván majd ugye ezzel haladok egyre fölfelébb, hogyha ezek így sikerrel megvalósulnak. Ez mint a forma 3, forma 2, forma 1, vagy az a go-kart, és akkor az ember előbb-utóbb Igen, azért is szépen lassan lehet felfele haladni, és egyre nagyobb rendezvényeken és rendezvényekkel és csoportokkal foglalkozni. Most majd nekem jövő héten lesz egy ilyen kisebb csoportom, és akik meetinget is fognak tartani így a rendezvénytermeinkben, úgyhogy most így azokkal foglalatoskodom, de folyamatosan már azért így előrefele is, tehát akár már jövő évre is vannak olyan csoportok, akikkel foglalkoznom kell, úgyhogy igen. Azért az elmúlt években az egyetemeken, amikor dékánokkal, rektorokkal volt szerencsém találkozni, az kiderült, hogy a turizmus szakon sok hallgató elbizonytalanodott, ugye ez a COVID óta érzékelhető jelenség. És most szerencsére ugye megint egy jobb korszakot élünk. Neked mi a legnagyobb élmény, amikor bemész a Kempinski-be? Mi az, ami a legjobban feldob? Hát én nagyon szeretek dolgozni a munkatársaimmal, tehát hogy nagyon jó szerintem a közösség, akikkel is szűken együtt dolgozunk, és ez nagyon, nagyon sokat így hozzátesz a mindennapokhoz. Én amikor mentem beállásinterjúra egyébként, én akkor voltam először a Kempinski-be, és amikor így megláttam így magát a lobbit, meg a szállodát, lényegében engem már akkor megvettek. Van egy illat, nem minden szállodának van egy saját illata. Igen. Az egész biztos, hogy apu szállodának egész más illata van, mint a Kempinski-nek, de mind a kettőnek. Szóval ez olyan jó érzés, hogy az ember, ha lehúny a szemét, tudja, hogy hol van. Igen. És igazából tehát tényleg az nagyon sokat hozzátesz, hogy jó emberekkel dolgozom együtt, nagyon szeretek velük együtt dolgozni, jó a társaság, és nagyon sokat segítenek nekem, tehát bármikor, bármi kérdésem van, akkor tudok így kihez fordulni, mindig segítenek, és tehát nem érzem magam elveszve így a szállodában, meg így a munkámban, hanem tényleg mindig van az, hogy tudom, hogy merre haladok, tudom, mit kell csinálnom, és hogy mindig érzem, hogy kapok támogatást, hogyha valahol így elakadnék. Képzeljétek el, hogy lesz egy olyan vendégem ebben az őszi sorozatban, ahol a gyermek, hát most már 30-valahány éves, pénzfeldobással döntött el a családdal, hogy merre menjen, hogy végül programozó legyen, vagy valamilyen informatikus, vagy turizmus vendéglátás. És aztán a kettő egyveleg lesz, majd ez az egyik műsorban kiderült az ősz folyamán. De akkor jól döntöttél? Csak ezt akartam mondani, hogy ez bebizonytalan voltál? Apu ott volt, láttad azt, hogy ő ezzel kell, ezzel fekszik, Bobó jön, megy, nem csak a lakásban, meg nem csak a szádában, az egész életetekben. Szóval ez inkább vonzó volt, mint nem? Hát egyelőre nagyon élvezem, amit csinálok, és tényleg az, hogy egyáltalán nem unalmas, tehát folyton új dolgokat ismerek meg, új dolgokkal fejleszthetem magam. Nyilván, amit azért otthon is láttunk, hogy azért nyaralásra is úgy mentünk, hogy a napi jelentésbe kellett kérni, meg hasonlók. Tehát ez a része még annyira a nem volt, de nyilván nem is vagyok még ott. De így egyelőre, amit csinálok, azt nagyon élvezem, mert nagyon, nagyon változatos tényleg, úgyhogy... A Lenkét erről nem kérdezhetem, de téged igen. Hogy a vendégek hogyan változtak az elmúlt 25-30 év alatt? A vendégélmény. Akkor valamit ígértetek ott, unikálisan Magyarországon. Most már sok mindennel össze tudják hasonlítani a vendégek magyarországi szolgáltatókkal, meg külföldiekkel is. Milyen lett a vendég? Mennyit változtunk? Mert a törzs vendégekre rákérdeznék mind a két helyszínen, mert az nagyon fontos a törzsgárdán kívül. Talán ezt azzal tudnám szemléltetni, tehát egyrésztről, hogy épp most egy hónapon belül volt egy érdekes történet, ahol személyesen találkoztam egy 47-szeres törzsvendégünkkel. Éppen a anyukának gratuláltam, hogy az elmúlt egy hónapban nem értem azt meg, hogy egy kisgyerek 3 méterről előre már köszönt, hogy szia,
le is fagytam ott abban a pillanatban, és hát megkérdeztem, hogy hívják, jött a tesója, ő bemutatta a futóbicáját, és aztán mondta az anyuka, hogy 47-szer vannak, egy 5 gyerekes családról van szó. 50-nél egy tortát azért majd. És mondtam neki, hogy hát nagyon szégyellem, hogy még személyesen nem találkoztunk, de üljünk le egy pár perce valamikor, hogyha alkalmas, mert lenne 3 kérdésem. És hát ebből az egyik az az volt, hogy mi az, ami rá viszi arra, hogy 47-szer visszajön 5 gyerekes családként hozzánk. És azt mondta, és az utóbbi időben ez volt az egyik legnagyobb elismerés, túl a szakmai díjakon nyilvánvalóan, mint vendégvisszajelzés, hogy abszolút hiteles a termék, tehát az ígéret és a valóság az teljes egészében leképeződik. És azt is látják, hogy folyamatosan figyeljük azokat a vendégvisszajelzéseket, hogy hol milyen változásokra van szükség. Ha éppen parkolószám szűke van, akkor következő alkalommal jönnek, és látják, hogy van 8 új parkoló, megújult a játszótér, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ez szerintem nagyon fontos, és ezért tehát ez áll valahol a tevékenységünk egyik fókuszába. Az, hogy pedig a családok mennyit változtak, nyilván nem tisztem semmilyen módon minősíteni a családokat. Egyértelműen látszik, hogy a digitalizáció az nagyon-nagyon erősen bejött, tehát mondjuk egy olyan 7-8 éve, amikor egy kicsit úgy felháborodtam azon, hogy egy gyereket úgy próbálnak etetni, hogy megy előtte a mozgókép, és akkor kanalazzák bele a tejber is. Ott digitális tiltás volt. Hogy hitelesek legyünk. Így van. Ma már minden harmadik, második asztalnál ez ott van. A szülők mind megjelenésben, mind viszonyulásban a gyermekekhez egészen mások. Tehát az igazság, hogy tényleg az látszik, hogy ebben közel 30 évben is már a szülői szerep, a szülő-gyerek viszony, és mind a teljes környezetben egy óriási változás van, és ugye ez számunkra is egy újabb kihívás, tehát én is mondom ezt, meg a kollégáim is, hogy őrült módon kell arra figyelni, hogy vajon értjük-e és érezzük-e azokat az új igényeket, amiket egy sokkal fiatalabb szülői generáció fogalmaz meg a családi pihenés kapcsán. Nem kell sokat arra várni, szerintem a világon van ilyen, biztos tudjátok, ahol már az asztalon lesz beépítve a cucc, mint a repülőben a mozi meg a fejhallgató. És az egy nagyon nehéz kérdés, hogy én az ilyen szemléletemmel, meg küldetésemmel ez megfér-e, hogy én leszek az első olyan szálloda, ahol minden asztalba beépítem a gyerekeknek a gyerekbarát szálloda, akkor beépítem a gyerekbarát cuccot, hadd nézze a szülő, meg akkor ihat még két, nem tudom. Igen, vélhetőleg nem mi leszünk ez a szálloda, jelen pillanatban még ezt vallom, bár tény is való, hogy az ilyen személyes ízlések, és ahogy még egyszer mondtam, tehát a vendég igények között sok esetben azért nagyon nagy eltérések vannak. Az nem titok, hogy a Colping, amikor elindult, akkor úgy indultunk el, hogy a szobában nem volt tévé. Tudatosan. Ez 2 évig tartott, és egész egyszerűen olyan szintű, hát hogy mondjam, nyomás alá helyeződtünk, hogy így van, hogy egész, tehát kész, nem volt más választás, föl kellett adni. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván vannak olyan elvek, amik továbbra is zsinórmértékek, legalábbis úgy gondolom az üzemeltetés tekintetében. Most sem a legkorszerűbb rendszerek vannak beépítve, úgy gondoljuk, hogy egy családi pihenést el lehet tölteni tévénézés nélkül is, arról nem beszélve, hogy ma már azért a rengeteg digitális mobil eszközzel mindenki saját tartalmait fogyasztja, tehát egyre kisebb jelentősége lesz ennek a kérdésnek ilyen módon. De a sávszélességnek nem. Így van, viszont a wifi-t meg nem győzzük fejleszteni, ez pontosan így van a szálloda teljes területén, a 10 hektáron, úgyhogy konkrétan, amikor jön az informatikusunk, már megőrülök, hogy újabb pár millió forint, még újabb pár millió forint, és sosincs vége, mert olyan tartalmakat töltenek le, hogy hihetetlen. De otthon lehetett tévérenket? Hát tévé az volt, mielőtt felnőttünk, viszont... Nem nézhettük, nem. Mi nálunk, ha jól emlékszem, csatornák azok nem voltak, nem. Hanem ugye mindig a kazetta, DVD, és a... Tehát tematikus volt igen, a kínálat. Igen, akkor, igen, tehát igen. Tehát a szabad választás csak egy korlát. És azt hiszem, szerintem még az is, tehát hétköznap nem nagyon, nyilván amikor már iskolába jártunk ilyen általánosba, akkor hétköznap nem nagyon lehetett
tévézni vagy számítógépezni, de nyilván azért idővel. Most már itt a budapesti lakással a szabadság eljött. Csak egy mondat, a Kempinskiben ez a mesterséges intelligencia, digitalizáció, vendégigények, rendezvények és az összes többi, ez érezhető. Éppen most, ahogy jöttünk erre a forgatásra, beszélt az egyik miniszter a rádióban is. Talán ő mondta azt, hogy ő mondta az egész biztos, csak a számot nem tudom egészen precízen, de 27%-ot mondott, hogy a digitalizáció meg a mesterséges intelligencia 5-10 éven belül 27%-át elviszi a munkahelyeknek. Szóval mondjuk ebből mit érzékel egy budapesti nagy szállodában egy ott dolgozó fiatal szakember? Yeah. Nem a munkaerő, nem erről, ezt csak úgy hozzátettem, hanem az, hogy most minden erről szól. Én őszintén megmondom, hogy ebből így nem sokat érzékelek így nálunk a szállodában, mert szerintem annyira fontos így maga így az interakció ugye a vendégek és a dolgozók között, hogy lényegében szerintem ez pótolhatatlan, és tényleg tehát a vendégek nem csak azért szeretnek hozzánk járni a szállodában, mert maga a szálloda jó, hanem hogy az a fogadtatás, amit kapnak, hogy mindig az ő igényeiket tesszük előtérbe, és tényleg mindig próbálunk mi is minél jobbak lenni, és arra figyelni, hogy a vendégeknek milyen igényei vannak. Igen, ez nagy kérdés, hogy így lesz a következő generációknál is, mert én az egészen biztos, hogy azért megyek bizonyos szállodákba, mert ott tudom, hogy ki a reggel a szaunában a takarítóhölgy, tudom, hogy ki a recepciós, a szaunamester, Ráckevére például azért járok, mert csodálatos szaunamester van, meg az összes kollega de hogy ez a 20-30 éves most pozícióba jutó generáción is fontos lesz, ez is egy nagyon nagy kérdés. És ez is egy ilyen libikóka lehetett szállodában, hogy mennyi a mesterséges intelligencia, mennyi a robot, mennyi az automatizálás, ha van rá lehetőség, és mennyi a személykontaktus, kell-e a vendégnek? Én azt gondolom, hogy a személyes törődés, az őszinte odafordulás, ez nagyon fontos, tehát az őszinte értő odafordulás, az ma már egészen érdekes reakciókat vált ki. Tehát ez megint csak a szállodai tapasztalat, rengeteg vendégtől jön vissza jelzés ezzel kapcsolatban. Tehát olyan dolgokon vannak meglepődve ma a vendégek, amiknek szerintem teljesen természetesnek kellene lenni mindenhol. Tehát, hogy köszön minden dolgozó előre, hogy nem tudnak olyan gyorsan köszönni. Hogy odafordulnak a gyermekéhez. Ha van valamilyen kívánsága a gyerekkel kapcsolatban, a takarítási idővel, plusz igények egyéb, azt próbáljuk a lehető leggyorsabban kielégíteni. Tehát magyarán nem csinálunk mást, most bocsánat a kifejezés, normális emberként működünk, és próbáljuk értelemszerűen a vendég igényeket megfelelő minőségben kiszolgálni. Ez ma már egy meghökkenést vált ki. Pozitív értelemben viszont nyilván ezek a vendégek onnéttól kezdve azért csak elmesélik a szomszédasszonynak, hogy hol is jártak, amikor ott vannak egy homokozóban az azonos korú kisgyerekükkel, és egy nagyon komoly, hogy mondjam, rásegítést végeznek az értékesítésünkre és a marketingünkre, hiszen ők már azok a lelkes vendégek, akik egy olyan plusszal távoztak a szállodából, ahol azt mondják, hogy jó, rendben van, lehet, hogy nem volt a legolcsóbb, de árérték arányban, amit kaptunk, meg az a személyes odafordulás, az nekünk megérte ennyit, mert máshol ezt nem tapasztaltuk meg. Azt mert nem akarok elmenni, mert ezt megígértem a beszélgetésen, hogy a Kolpingról tényleg csak egy percet, mert keveset hallani arról, hogy ti ott hogy integrálódtatok a shoppákon meg a környéken, mi mindent csináltok. Én tudom, hogy rengeteg dolog történik, ennek nem csináltok hírverést, mondjuk én egyszerűen. Ugye eleve azt, tehát maga a konstrukció is azért egy sajátos konstrukció, ugye számomra egy alapítványi tulajdonban van, egy közhasznú alapítvány. Mi, mint üzemeltető KFT működünk, teljesen üzleti alapon a versenyszférába. Az alapítvány, mint ugye fő tulajdonos, rengeteg tevékenységet, közhasznú tevékenységet finanszíroz, ebbe úgy nagyon nem mennék bele. Nem csak mi, hanem a másik alapító, egy Rudolf Geiselberger Stiftungnak hívják, egy németországi alapítvány, hát a skála az nagyon széles. Az indiai WC építéstől, hogy most egy szélső értéket mondjak, de egy szomorúbbat mondjuk az egyszer fertőzött dél-afrikai kisgyerekek óvodai fenntartásától elkezdve rengeteg ilyen dolgot finanszíroznak önálló projektekkel, és ezeket ők évről évre, tehát nem egy ilyen egyszeri történet, hanem hosszú évekig visznek egy ilyen dolgot és felügyelnek. Mi, mint szálloda, nyilvánvalóan alapvetően igyekszünk egyrészt a helyi közösség számára
segítséget nyújtani, gondolok itt az iskolásokra, akik ott vannak helyben, az óvodásokra, az ő esetükben ugye az úszás oktatástól elkezdve lényegében mind a szállodába megoldjuk, családi napok, gyereknapok, az összes rendezvényt támogatjuk, tehát ezt természetesnek vesszük, hiszen valahol része vagyunk ugye ennek a településnek és közösségnek, és ezen kívül van 4-5 olyan nagyobb terület, ahol folyamatosan dolgozunk, koraszülött gyerekmentő alapítvány évtizedek óta, egy könyvnek, amit kiadtunk, a bevételét, tehát a nyerességét adjuk egy szülős alapítvány számára az idejében is, ami az elég szoros 210 millió forintnyi támogatással segítjük az egyszülős családokat is, nem csak a nagy családokat, de akár mondjuk egy erdélyi templom felújításhoz járultunk hozzá, most 5 millió forinttal, most volt 100 évezetel, akár Erdély egyik talán legnagyobb temploma. Nyilván itt azért vannak emögött ilyen személyes kapcsolatok is. Most éppen megkerestek bennünket szintén Gyergyóból, ott van egy népkonyha, durván a 700.000 forint egy havi fenntartási költség, és most azt vizsgáljuk, hogy tudnám beállni mögéjük, ugye egy kicsit segíteni. Tehát ezek úgy vannak, nem törekszünk azért itt alapvetően a szalagcímekre. Én azt gondolom, hogy a kedvenc borászom is ugye minden palackján szerepeltető, hogy törekszünk a jónak gyakorlására, ezt próbáljuk mi magunk is, ha már egyszer erre lehetőségünk van, azt gondolom, nem csak ezzel a lehetőséggel élünk, nyilván egyfajta felelősség is itt a közvetlen környezetünk, vagy a tágabb környezet felé is, hogy azért, ha tudunk, akkor tegyünk is ilyen típusú jókat, hogy így fogalmazza. Jó, szóval Lenke, láttad ezt a példát, most itt vagy Budapesten, kisebb-nagyobb projektek. Ezt kérdeztem is, tehát azt mondtad, hogy nincs olyan nagy kedvenc, ugye, amit úgy elcsípnél, amit úgy szeretnél, mint trófea rendezvényként. Jelenleg. Itt a sokféle van. Igen, rengetegféle rendezvény és lekérés jön. Nyilván azok közül ugye van, ami így különösen tetszik, és így is megcsinálom, hogy ez mennyire jó lenne, hogyha ez itt lenne nálunk, vagy az én kezembe. Orvoskongresszus, csak hogy melyik szakirány érdekel? Igazából engem jobban érdekelnek egyelőre még így maga így a csoportok, tehát hogy inkább csak így a csoportok a kisebb rendezvényekkel, illetve még a nagyobb konferenciák, lehet ez akár orvosi konferencia, vagy bármilyen másfajta konferencia, de jelenleg még egyáltalán nincs egy ilyen meghatározó kedvencem, mert még mindig tanulgatom, és így válogatok, hogy melyik rész az, ami jobban tetszik. Egyszerűen nagy leszel, még nagyobb, és már sok beszélgetésen részt veszel, a mikrofonok meg kamerák vannak, akkor hogy képzeled a jövőt? Te láttad ezt a mintát, meg nyilván jártatok, keltetek sokfelé a világban, látod ezt a 5 csillagos budapesti lehetőséget, nyilván van valami, ami azért a dolgokon, az, hogy nagyobb, még nagyobb rendezvényen túl izgat még. Igazából erre így nehéz válaszolni, mert így nem nagyon szoktam ilyen nagy távlatokba előre tekinteni. Ami így a szemem előtt van jelenleg, az csak annyi, hogy majd szépen így fellépegetni a ranglétán, és minél többet tanulni. De így ezen belül ilyen konkrétabb célom az így egyáltalán nincs. Nem feltétlen szeretnék szállodaigazgató babérokra törni. Fene se akarja kutatásokat nézni reggel 17:30-kor, igen? Igen. De azért nyilván jó lenne így minél jobban így belelátni mélyebben így az egész szállodai világba. Hát nem eszélyesze, sok idő nem maradt, talán 2 perc, meg arra, hogy azt mondtad, azért volt egy fél mondatot, hogy szoros év volt, azt mondtad, hogy szoros? Ez hát a ugye, most, amit eddig látunk belőle. Igen, tehát egyértelműen látszik, hogy ugye itt a Covid utáni értelmezhetetlen, vagy hát értelmezhető fellendülés, ugye ebben a gazdasági környezetben az egyértelműen megtorpant, és tehát a rövid távúságnak most már olyan részeit éljük meg, ami tényleg számomra elképzelhetetlen volt. Tehát hogy én azt gondoltam, hogy a családok azok valamilyen szinten például terveznek, de az, hogy aznapi érkezéssel mondjuk beérkezik 3-4 foglalás családok részéről, aminek persze nagyon örülök. Tehát az időablak ilyen így van, tehát az időablak az 24 órán belüli. De amíg ez pozitív irányba mozog és megfelelő volumennel, akkor nyilván csak ez megint egy belső folyamatoknak az átszervezését igényli. Tehát ami ma igaz, az holnap már nem, úgyhogy már tényleg a kollégák is napi szinten nézik ezt a történetet. Nagyon nem lehetett látni a nyári szezon, hogyan alakul,
költségnövekedésünk óriási, tehát ha jelentős árbevétel növekedéseket is ért el mondjuk egy szálloda, akár mi is, akkor is kijelenthet, hogy üzemelési eredményben nagy valószínűséggel romlottak a mutatóink, vagy mondjuk a tavalyit tudtuk jó esetben tartani, de aki már tudta, az már szerintem szuperul teljesített. És most vidéki szállodákról beszélek, nyilván Budapesten ez egy kicsit más. És hát ugye most itt jön az ősz, amit még továbbra sem látunk, de bizakodó vagyok, hogy talán ez a nagy volumenű kiutazás megtörtént. Bár most pont a hétvégén nem ezt tapasztaltam, Szlovéniában annyi magyar volt a hegyek között, hogy azt hittem, hogy, tehát, hogy mindenhol itt magyar szó jött, pedig egy szimpla szeptemberi hétvégéről beszélünk. Ennek ellenére bízom abban, hogy sokan indulnak el most majd ebbe gyönyörű őszbe, és veszik igénybe a vidéki szállodáknak a szolgáltatását, és az még azért egy jó évhez fog talán hozzásegíteni bennünket. Az nagy siker lehet egy apának, hogyha 4-ből 1 gyermek, az már egész biztos azért a mostani 2023-ban, de ezt a hivatást választotta, és így mosolyog, és ilyen tisztelettudó, ilyen alázatos a szakma iránt, és ez nagyon klassz lehetett ezt így látni most. Hát nem árulok el nagy titkot, az első gyermek is neki futott a turizmusnak a Corvinuson, de egy év után aztán azt mondta, hogy ez biztos az, amit nem akar tanulni és csinálni, úgyhogy ki is szállt belőle, hogy egészen más irányba indult el. Nyilván lebeszélni Lenkét nem akartam róla, én mondtam neki, hogy próbálja meg. Tehát amikor ugye beszélgettünk, akkor az volt a kérdés, hogy ha megy tanulni, akkor Corvinusra menjen-e, vagy a BG-re. Azt mondtam, hogy szerintem, ha a szakma oldalára közelíti meg, akkor szerintem érdemesebb a BG-et választani, mert nyilván sok mindent kell tudni elméleti sikon, de azért ez egy alapvetően egy erősen gyakorlatorientált szakma, én azt gondolom. És aztán emiatt oda is ment. Most pedig hát akkor majd itten szépen lassan egyre többet fog tanulni, és ami nekem úgy tetszik, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy azért van egy közös, vagy hát véletlenül több is, de ez az, hogy most egyetlen egy fiatal pályakezdőt sem megbántván, tehát azért hozzánk is jön rengeteg gyakornok, és jó esetben rögtön recepcióvezető, vagy marketingvezető, vagy sales igazgató szeretne lenni 2 hónap után friss diplomával, és kevésbé érzem azt a fajta, hát nevezzük alázatnak, hogy igen, először ezt azért meg kell tanulni a szakmát, hogy utána én ott vezetőként, vagy egy magasabb beosztású kollégaként dolgozhassak. Ezt a nyitottságot viszont az ő részéről meg maximálisan érzek, hogy még kell tanulnom, még azt kell, úgyhogy remélem, hogy ez majd jó lesz neki. Jó, hát azok a hallgatók vagy fiatal pályakezdők nem járták a Waldorf iskolát, úgyhogy megvan akkor a nyom. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy így együtt először beszélgettetek velem. A nézőknek köszönöm a figyelmet. Néhány héten belül találkozunk. Folytatjuk az őszi sorozatot itt a Turizmus Caféban. Hunka Erika, Mogyoródi Akvaréna Park és Hunka Ferenc a fia, aki nagyon izgalmas ember lehet. Még nem találkoztam vele, de meglátjuk majd. Szálloda informatikai szakember, és ő volt az, aki pénzfeldobással döntött el ott 18-19 évesen, hogy idegenforgalom vagy informatika, és aztán a kettőt ötvezi az életében. Érdekes lesz ez az anya-fia kapcsolat szakmailag is, emberleg is. Nagyon szépen köszönöm nektek, a nézőknek a türelmet, a figyelmet. Találkozunk 2 hét múlva. Köszönjük.